Hello, szia, szevasztok! Ó, az milyen madár! Na, akkor még egyszer. Hello, szia, szevasztok! Zoli vagyok. És akkor erdőgügye után volt egy kis tartalom. Hát, ez a madár remélem nem akar engem megenni. Szóljon majd, réti sasra, nem tudom mi. Na mindegy. Szóval volt egy kis... Lekámsőt után egy kis erdőbényem a... Jó volt. Ennyi. Sziasztok. Ja, jó? Nem sziasztok. Hogy szokásos karcátokai kerékpáros út, amit már szerintem mindenki ismer a világon. Nem baj, nézzétek, lássátok is, megkérjetek rajta. Ugye akár lehet sétálni is, mert amúgy a két ember sétál például kutyussal. Hát jó, lehet éppen. Összvisz 8 km Tokaj tarccal, az nem sok. Szerintem lapos kúszásba megcsinálom. Egyszer, majd. Na, viccet félretéve, akkor megvolt az erdőbényei gyerekpáros kirándulás. Jó volt, mondjuk már. Még mindig sajnálom, hogy az a terület, hát magánterület annyira, hogy hát nem lehetne menni semmilyen úton, módon. De ha tud valamilyen telefonszámot, akkor azt szívesen menném. Hiszen egyszer jó lenne a fókörül, akár egy séta, fotózás, bármi más. De magánterület így nem lehet bemenni, csak a hegyről fentről lehet szépen látni, hogy milyen is ez a bányató. Hát igen, fiatalok mindjárt látom, hogy sétálnak. Gondolom ide helyi lakosok lehetnek. Tokajtól csak 22-23 km-re. Ugye az nem olyan nagy távolság, bár akinek valakinek egy-kettő is sok, egy ilyen 50 az nem annyira. És gondolkoztam, mert havára közül beszélgettem, hogy meg kéne próbálni a következő, és nem megpróbálni, el lehet tekerni edzésképpen vagy kikapcsolódásképpen a Megyer hegyi tengerszemhez. A GPS alapján ilyen 30-40 km. Úgy ott kell menni, ahol most, és picikét tovább. Tehát dupla itt majdnem. Az útvonal pedig hát Tokaj, Modrog keresztúr, Modrog kisfalud, Szegi, Szegilong és Erdőbénye volt. Meg egy kicsit arccal most hazafele. Hát mondtam, hogy elfáradtam egy kicsit, de egy picit. Múlt körül bringa piknik. A eszerezett 30-as tempó. Egy 30 körül tempó az esetszik. Ott a húzombörcs az megbosszulta magát. Úgyhogy ez egy nem is új kamera felfogatás, mert ez a kamerakonzol a rollerem volt, amit igazából nem használtam sose. Úgyhogy átadtam a vicajra. Jól tettem, mert hát a másik konzolsoros csak az fémből van, és a rezonancia az kicsit egy durvább. Jó, csak a vízhang elég jó. Tehát ott a rezonancia nem a legjobb a fém és a műanyag találkozásánál. Itt egy műanyag találkozik egymással, és ezt lehet forgatni elvileg ilyen, hát nem tudom, 180 fokban, így, úgy, hát ilyen 180-ban, balra-jobbra, vagy lehet 360-ban is lehet forgatni. Tehát nem olyan rossz kis kütyű. Kamerakonzol. Igen, idefele jöttem azért az egyik kamera hosszabbító, hát kis műanyag, egyik kis pálcája, amit oda kell fogadni, hát az szépen eltűnt. Úgyhogy arról le kellett mondanom, szét kellett szedjem, és akkor erre a rövidebb, mondjuk rá 180 fokon forgatható kamera tartó. Tehát így ennyi, lehet forgatni erre is, meg arra is. Úgy, tehát nem olyan rossz dolog ez. Na, hát majdnem olyan, mint egy kamera stabilizátor, vagy egy Osmo paket, de közel sincs hozzá, viszont nem olyan rossz, tehát akarjátok, hogy nézzük a
a húzát, meg a szőlőt, meg a minden más. Hoppá, milyen szép kis padár, nem mondom, hogy mi, de padár volt, az biztos. Tehát lehet nézni szépen a húzakalászt, a szőlős kerteket, nem tudom, napraforgó lesz-e, hát ha lesz is, remélem nem úgy jár, mint tavaly, hogy alig marad belőle valami. Na, akkor szépen visszaforgatjuk így előre, és akkor kicsányt arccal. Nem csak a házra már, de gondoltam, így végig beszélem az időt, majd a kamera felvételek majd ott fog kiderülni, hogy milyenek lettek. Remélem a rázkódás kiszűri ez a szuper stabilizátor, nem biztos. Úgyhogy majd meglátjuk otthon, milyenek lettek a felvételek, ha jó, akkor így marad. Ha pedig nem jó, akkor a oldót be kell szerezni, vagy valamit kell találni, mert kb. Egy 3 centis oldó volt, amivel még a kamera a fókenek előtt volt úgy felszerelve. De mindegy, hát ennek a bringások, legalább ez jó jel, hogy rengeteget tekernek itt Tokaj tartal, Bodrog keresztül, Tokari egy körül. Egy találós kérdés, mit utálok itt a Tokaji hegy körül? Hát megmondom a válasz. A szembeszelet, az fantasztikusan hátrátad. Úgy nem jó. És akkor meg lehet nézni, megy a vonat. Így, elfordulunk arra a kamerával. Hát lassan már egy kameramen leszek én is. Na, így. Ez a kamera felfogatást megszeretem, mert hát milyen jól lehet megmozgatni. Nehogy már csak előre lássunk, lehet oldalra is látni. Na, vissza előre tűnni. Jó, tetszik. Hát jól fölteszek a Tokaji régióba, Tokajba. Nem tudom, nem lehet megmondani, azt lehet csak, hogy unalmas. Hát szerintem nem az, mindig valamit felfedezni. Inkább arra kell koncentrálni, hogy ez egy sport. Tehát sportolsz, mozogsz, egészségesebb vagy, nem ott tévé előtt. Eszed a chipset meg a sok, hát pont dolgokat, hanem kimozdulsz. Jó idő van, annyit értem, mint gyűjtöttem ma, hogy szerintem holnap a piacon fogom árulni. Hogy egész nap ír a napsütés, napfejet hoztam, úgyhogy azzal nincs gond. Hát ez nem 180, ez már nem pont elég. Éppen a Tokaji hegyet látjátok meg a kezemet szerintem. Ja igen, kerékpáros lettő van az is.
viszont itt a Tokaj és Erdőbények között nem igazán. Egyszer volt szükségem a GPS-re, megnéztem, hogy mégis melyik úton kell menni, melyik a legrövidebb út. Sikerült is eltalálni, úgyhogy nincs vele gond. Amúgy nem kellett felraktam a telefontartót, de gyakorlatilag nem volt rá szükség. Úgyhogy ennek örülök. Igazából még egyszer vissza kéne majd menni valamikor. Hát egy jó pár ismerőssel, haverral, mert jó lenne szerintem. Nem a 37-es úton kell menni, belül van másodrendű, vagy harmadrendű út, és azon aránylag elég ilyen a forgalma. 50-es tábla van végig, úgyhogy nincs baj. És ki van táblázva végig, kerékpáros út. Na forogjunk egy kicsit, így. És voltam ugye hát arccal Bodrogkeresztúr környékén is, hát az fordítva Bodrogkeresztúr arccal fele, és ott végig ki van táblázva a kerékpáros út, tehát a főúton ki van táblázva a kerékpáros felvezetés, úgyhogy ezzel nem lesz gond, bár a legbiztonságosabb, jobb lett volna oda is kerékpáros utat építeni a szőlőskertek végébe, elfelejtett volna simán. Hagy forogjon a film, lassan leállítom, mert ez már a régi szakasz, ugyebár ez már jó régen megépült. Ez még elég jó minőségű, ha nézzük előre, úgy. És ezzel nincs gond itt szerintem. Egy-két hibajavítás van, de belefér, hogy látjátok, de Tokajnál befele már borzasztóan nem jó. Hú, hepeupás, göröngyös, tele van görcsökkel, hiányos, tehát egy nagy felújítás ráférne az egész Tokaji kerékpáros útra, tehát Tokaj belvárosában lévő kerékpáros útra. Hát de mindegy, reméljük egyszer az is megújul, az a 1-2 kilométeres vagy a 3 kilométeres szakasz. Na, akkor lassan be is érek Tokajba szerintem. Én itt beszéltem, mint a nem tudom kicsoda, úgyhogy meg itt van már Tokaji tábla, úgyhogy nem tudnám mutatni nektek, hogy is jönnek az autók. Nem baj, és itt van Tokaj. Úgyhogy gyorsan elköszönök mindenkinek, további szép napot, sziasztok!